Zárvatermő, egyszékű és kétszékű növények összehasonlító jellemzése. 5. osztályban természetismeret órán végezzük az összehasonlító jellemzést a növényi szerveken végigkövetve. Egyszékű növényünk a kardvirág lesz. Nézzük meg, milyen részeket hogyan tudunk jellemezni. Kezdjük a gyökérzettel. A kardvirágnak hagymás gyökere van, mégpedig itt látható a mellékgyökerek. Ha jól megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy a hagymából egyenrangú mellékgyökerek indulnak. Ha ezt összehasonlítom a paprika gyökerével, a kettő között a különbség, hogy a paprikánál egy főgyökér és abból irányuló oldalgyökerek figyelhetők meg. A paprikának főgyökérrendszere van, a kardvirágnak pedig mellékgyökérrendszere van. Ha végigkövetem a szárat, mindkét növényünk lágyszárú és zöld színű a zöld színtestek miatt. Most nézzük a levél felépítését. A levélnek egy nagyon fontos jellemzője az erezet. A kardvirágnál, ha megfigyeljük, párhuzamosan futó mellékerek láthatók, azaz a kardvirágnak mellékeres levélerezete van. Ha megnézzük a paprika levélerezetét, azt látom, hogy középen fut egy főér, és innen ágazna ki az oldalerek, azaz a paprikának főeres levélerezete van. És most nézzük meg a virág felépítését. A paprikáról leveszem a virágot, és részekre szedjük. Amint látható, a csészelevél a vacokkal és a kocsánnyal együtt, majd a paprikának a szilomlevelei, a porzókkal együtt. Ha megszámoljuk a szilomlevelek számát, akkor azt látjuk, hogy 5 darab, illetve ha a porzóköröket nézzük, az az 5, illetve annak többszörösei. A virág felépítését illetően a paprika kétszíkű növény, hisz a kétszíkűeknél a virág felépítésére az 5-ös szám, vagy annak többszörösei jellemzőek. És most nézzük meg a kardvirág takaróleveleinek, azaz lepelleveleinek, illetve porzóinak a számát. Ha megszámoljuk, a lepellevelek száma 6, a porzók száma 3. Azaz a kardvirág az egyszékűek csoportjába tartozik, mivel a lepellevelek, illetve a porzókörök száma 3, illetve annak többszöröse. A növényi szervek jellemzésével, azaz a kardvirág, illetve a paprika szerveinek jellemzésével bizonyítottuk, hogy a kardvirág az egyszékűek osztályába tartozik, míg a paprika a kétszékűek osztályába tartozik a zárvatermő növények törzsén belül.